nincs olyan, hogy valóság, kép van. Igen. És képet csinálunk. És ehhez felhasználunk bögréket és késeket és tányérokat, és hogyha és itt nagyon sikamlós területre érünk, mert azt mondom, hogy ha a kép úgy kívánja, akkor leszedünk két bögrét, és felrakunk még három tányért. De nyilvánvalóan vissza fogsz kérdezni, hogy ez mit jelent, hogy a kép úgy kívánja, és erre nem tudok válaszolni. Pedig ezt akartam kérdezni, hogy a te képeiden mi a kívánság? Tehát mi dönti el, hogy mi kerül rá? Hát ami itt a fejed fölött van, Miklós, erről például, hogy kerülnek ide, hogy kerül a tükörkép? Vagy miért pont annyira tényleg így nézett ki ez a ház? Egyébként ennek az alapja egy talált fotó volt, amit találtam egy fotó újságnak a hátoldalán, és ez egy földszintes cigány putri volt, ahol, hát ez nem egészen az. Ahol nagy sár volt és tócsák, ugye látszik, hogy kicsit tükröződik, és itt egyébként szaladt egy cigányasszony. És még hol a cigányasszony? Hát az aztán amikor leveszel egy kést és ráraksz három tányért, hát természetesen nem köllött az oda. Itt volt, még meg lehet látni a nyomát, itt volt egy ilyen hogy hívják, mászóka. Hát arra sem volt szükség. Hát arról nem beszélve, hogy ez egy földszintes ház volt, és ilyen sötét volt a teteje, és úgy nézett ki, mint egy rettenetes népszínű illusztráció. És ilyen rémülten elkezdtem, leszedegettem a cigányasszonyt, aztán a vasmászókát, és akkor már csak egy földszintes népszínű díszlet volt mászóka nélkül, meg élő szereplők nélkül, és akkor kínomban azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha ez nem földszintes lenne a ház, hanem kifutna a képből a ház, és ezután három évig ilyen lakótelepi házakat festettem, ez annyira megtetszett nekem ez az ötlet. Nekem sincs jobb ötletem arra, hogy ezt a szakmát tanítani, mint hogy meg kell tanulni, ki mennyire tud rajzolni. Aztán van, akinek sikerül, van, akinek nem. A Cézannak nem sikerült, szóval a Cézannhoz Cézann olyan fakezű volt, hogy ugye azt tudjuk, hogy azért egy felső kar és egy alsó kar az nem egyforma hosszú. Normális embernél az alsó kar az majdnem másfélszer olyan hosszú. A Cézannál a felső kar kétszer olyan hosszú, mint az alsó kar. Azért kell a festőnek készülő embereknek nagyon sokat rajzolni, hogy metaforikusan mondjam, hogy megtele legyen a keze. De azt remélem, hogy nagyon nem mond ellent az én elméletemnek, hogy mert ugyanis egyébként mit tanítasz, hogyha ezt a szakmát akarod tanítani? Azt, hogy egy szürke és egy rózsaszín, melyik szürke és melyik rózsaszín? Hát mit tanítanak? Akkor mit lehet tanítani? Egyébként én azt meg szeretném tőled kérdezni, hogy a tanítás, hogy állsz te ezzel a területtel? Mert ahányszor csak hallgatlak téged, akkor persze, hogy ez az első gondolatom, hogy miért nincs ez leírva, miért nincs ez tankönyvbe foglalva, miért nem lehet ezt használni az iskoláinkban. Nem minősíteném a kollégáimat, akik a szakmai képzéssel foglalkoznak. Mondom, ez ráadásul egy nagyon nehéz dolog. Az én időmben, amikor én még nem is egyetemre, hanem főiskolára jártam, akkor még ott voltak ezek a nagymesterek, mint a Bernát, a Pácai, a Bernát, a Szent Iványi, a Fónyi Géza. Ezek komoly nagymesterek voltak. És a mester alatt most mit értesz? Pedagógust vagy festőt? Festőt. Festőt. És nem kell annak akkor jó pedagógusnak is lennie? Vagy ez már nem játszik? Az magánügy. Hát az jó dolog,
De én azt gondolom, hogy a jó pedagógus az még 50-szer olyan ritka, mint egy jó festő. Te tanítottál valamennyit? Tanítottál. Színház és filmművészeti főiskolán tanítottam. Egyetemen? Akkor még főiskola volt először, a Simó osztályban tanítottam. A Simó osztályban, igen. Igen, igen. Mindenfélét kitaláltam, mint egy teljes kudarc volt az egész. Teljes kudarc volt, feladtam valami feladatot egyik óráról a másikra, ott volt 15 ember, következő óra megpróbáltam számon kérni, és akkor egy másik 15 ember volt ott. Akiknek feladtam, azok nem jöttek el, mert éppen dolguk volt. Találtuk ki a Simó Sanyival, hogy egy kicsit meg lehetne tanítani őket látni. Igen. Tehát mondjuk adtam nekik olyan feladatot, hogy most mindenki elővesz egy A4-es papírt, és leírja, hogy otthonról, amíg bejött a főiskolára, mit látom. Uh-huh. És akkor leírták, beadták, és akkor azt mondtam, hogy oké, a következő órán ugyanez lesz a feladat. De most figyeljen. Mert úgy érezted, hogy elsőre nem figyel. Vagy az, amit leírtak? Senki nem figyel. Igen. Hát evidensen tök máshová koncentrálsz, amikor tudod, hogy ezt most valamilyen módon rögzíteni kell. Vagy mit én, volt egy olyan házi feladat, hogy írd le a fürdőszobádat. A középiskolások azok az én tapasztalatom szerint százszor nyitottabbak voltak. Mm-hmm. És ugye ott az volt a policy, hogy ott kell lenni. Igen. Na most, hogyha nem untatták őket halálra, akkor ők már nagyon boldogok és hálásak voltak. Tehát emlékszem, a múltkor a nyitott műhely előtt éppen áldogált egy csapat ember, valami esemény volt, és ott volt többek közt a közben nagyon híres lett Bombera Krisztina nevű újságíró, akit én tanítottam gimnazista korában, és akkor ott a körülötte állónak azt mondta, hogy most elmesélem az első órát Szűcs tanárukra. Bejött az osztályba, vett egy krétát, és felírta a táblára, hogy a tantárgy neve Szűcs Miklós. Na most én nekem ez persze tetszik, de hát valami hihetetlen pimasság, de valószínűleg nem ő találta ki, tehát ez valószínűleg igaz.